Először háromból három győzelemmel a Volvo Kupa elhódítása a Szőnyi úton, majd szoros meccsen egy gólos győzelem Kassán a vízilabda világligában Szlovákia ellen. Benedek Tibor Pólókapitány folytatta a kísérletezést a válogatottal, amelynek egyik alanya, a 21 éves Vasascenter német Toni volt a -e meccsen, 6 gólig jutva. Ő most a vendégünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt szia. Mi volt a fontosabb, megnyerni a Volvo-kupát, vagy a világ ugye ami egy tétmes volt, el, mondjuk elpáolni alaposan a, a szlovákokat? Mert ugye Benedek Kapitány, amikor a horvátokat megvertétek, ugye az nem tétmérkőzés a Volvo Kupán, akkor azt mondta, hogy világligás elégedettség töltött el és hangulat. Szóval mi volt itt a fontosabb? Hát a fontosabb az valószínűleg a világliga volt, mert ugye az ott kell a három pont. A Volvo Kupa az egy ilyen felkészülési torna volt, ahol a horvát volt ugye a legfontosabb, az volt a legnehezebb, és hát tényleg azért ott mindenki beletett apajtanyait, úgyhogy jó meccs volt, megnyertük. És azért azt se felejtsük, hogy a Volvo Kupa fáradtságával mentetek erre, hát azért azt is így megkockáztattátok, addig a már erő, erősen fáradt voltál te is, nem? Hát ö, lehet, hogy a más szint nekem ez a felnőtt válogatottság, de én nagyon elfáradtam a végére, de szerintem mindenki így volt, ha lesz a látszódott már mindenki játéken, hogy azért elfáradtunk. Hát ezek akkor belefért ez a terhelés ebbe a ö, Hát uh, muszáj volt, hogy összeszokjunk egy kicsit, mert uh -huh. uh, nem tud ennyi időt együtt tölteni azért évközben válogatott. Na most uh, ugye a Szűnyúti hétvégi tornán a, a rendesen bekezdtetek, uh, miután ugye 21 góllal megszórtátok a nyitányon az amerikaiakat, ugye lehetett, lehet mondani úgy is, hogy a padlógázol is nagyszerűen hmm. kezeltétek, ahol volt, nem? Hát az amerikai meccs, nekik ugye ez volt az első ilyen meccsük kispályán, úgyhogy ők nem nagyon voltak hozzászokva. Mi már ugye játszottunk világligát, meg uh, azért például a Komjádi kupában is én kis játszottam, úgyhogy mi már annyira beleszoktunk ebből mondhatni, de ugye jött a horvát, jött a Kanada, akik már szerintem játszottak, és velünk már ugye mindjárt szorosabb volt a mérkőzés. Ha a te személyes tapasztalatod is, mi az, ami szok, nagyon szokatlan lehet így az elején, tehát ami az amerikaiaknak furcsa lehetett, amikor te annak idején kóstolgattad ezt, akkor, a, akkor így elsőre a legnehezebb volt így akklimatizálódni a kis hát, pályának? gyorsabb, sokkal gyorsabb, és bele kell szokni, hogy még hamarabb fölérsz támadni, és még egy csomó támadó időd van hát, szóval nem kell kapkodni, mert mindenre van idő. Uh -huh. Hát, ha még a támadó időből is levennének, Igen, nem? igen. Hát hogy mondjuk én... ne vegyenek le, de jó ez így. Na most, tehát nem arról van szó, hogy az amerikai nagykövet, az új amerikai nagykövet is megnézte, le is lombozhatta ez a mérkőzés, de mondjuk akár azt is mondhatták volna, hogy rajtad is segítenek a srácok, mert ugye 90 ezer forintok mentek gólonként az igen. utánpótlásnak. Igen, igen, igen. Úgyhogy azért is lehetett ez a sok gól. Egyébként Benedek kapitány itt a múlt pénteken az első két meccsre tippelt ennyi gól, de akkor a megoldás megvan. A, a tapasztalatlanság. Igen, igen, az, az igen. volt a különbség. nagy valószínűséggel. A legnagyobb sportértéke mindenképpen beleértve a világliga meccset, és a, a horvátok 9 os legyőzésének volt igaz? Hát azért ott mindenkit motivál, mert mégis csak egy horvát válogatott. Hiába nincs ott mindenki náluk, nálunk se volt teljes keret, nálunk is sok volt a fiatal, de azért mégiscsak egy magyar-horvát mesről van szó, úgyhogy ott, ott mindent bele kell adni. Na most te ott két gólt szereztél, és te hogyan érezted magad, hogyan értékel a saját teljesítményedet, amiről a kapitány, idézem ezt mondta, a legkevésbé tapasztalt játékosunk német Ton is fantasztikus meccset játszott, ez is mutatja kellenek a nehéz találkozók ahhoz, hogy a fiatalok fölvegyék a ritmust. Hát bizonyítási vágy volt bennem, ugye? Üh, nem tudom. Úgy jött ki, azért fejlődni még kell védekezésbe, támadásban azért a többiek kiszolgáltak, úgyhogy az csapat érdeme, hogy két gólt tudtam szerezni. De jól érezted magad, tehát te is nagyon. azt mondod, hogy jól sikerült igen, el, igen, el, nagyon, számodra is igen. ez a mérkőzés. Na most egyébként a kapitány ilyenkor egyénileg, akár négy szem közt is tart értékelést, egy ilyen torna vagy egy ilyen sorozat együttlét után, szóval hogyan kapsz ilyenkor visszajelzéseket? Biztos hát, jól esik olvasni, hogy, igen, hogy kiemeltek, de, de, úgy az egymás közötti kommunikációban. Van, hogy például ugye, amikor cserélünk, akkor mondja, hogy mit rontottam el, vagy mit kéne jobban csinálni, de tehát azért, ez már menet közben is, igen, 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 De meccs után azért Néha félrehív, elmondja, ha van valami rosszat csináltam, akkor azt felhívja rá a figyelmet, hogy azt csináljam jobban, vagy hogy kéne. Szóval azért ezekre odafigyel Tibi. Uh -huh. Na most ö, aztán ugye pont úgy jött ki ezen a Volvo kupán, hogy éppen Kanada ellen volt a legkisebb a különbség, ö, 9 hét a végeredmény, ö, akkor már érezhető volt, hogy fáradtok. Szerintem igen. Ilyen három nap három ugye? Hát inkább az volt a gond, hogy a horvátok ellen azért mindenki beleadott mindent, mm -hmm. és másnap reggel játszottunk, ugye szóval nem úgy volt, mint péntekről szombatra, hogy akkor reggel egy kis átmosó edzés, és akkor utána este meccs, még van pihenő, hanem este ugye játszottunk egy nagyon kemény meccset, és akkor másnap reggel jött egy kanada, akik nem fáradnak el, csak kicsit darabosabb lesz a mozgásuk, de ugyanúgy mennek tovább, úgyhogy az, azért fárasztó volt. És azért meglátszott ez az eredményen. Na most mit lehet mondani a torna egész alapján a kapitány által elsősorban kért és gyakoroltatni szándékozott agresszív szoros emberfogásról és védekezésről? Te is utaltál a védekezésre. Igen. Védekezés, 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 ez, ebbe próbáltak összecsiszolódni. Hát ugye az edzéseken gyakoroltuk a hátrányos védekezés meg a hat, a hat ellenét. Hát többnyire sikerült, a Világligán ugye mondta is a Tibi, hogy amit kért, azt megcsináltuk, én magam szem, magam szemszögéből tudom, hogy rontottam, és azt a többiek is mondták, azon kell még javulnom. A amerikaiaknál például csináltuk az Anina első negyedben azt a nagyon szoros emberfogást, a mondta, is a tibi, hogy álljunk le, mert nem fogjuk végigbírni a ja, egész meccset, végig. igen. Na, az lenne az igaz, hogy ha az menne végig. Igen, nem? igen, igen, mert akkor lehet, hogy még egy tízes fokoltunk volna nekik. Uh -huh. Na most a, a kisebb pályára, és ezekre a szabályokra már utaltunk és beszéltünk róla, tennek te egyébként pártfogója vagy? Neked nagyon ízlik? Nekem nagyon ízlik, igen. Aha. <laughs> nem kell annyit húzni. <laughs> <laughs> Na, mert egyébként a, a, a játék. Társak, ez inkább, hogyha megszavaztatnánk mondjuk a magyar pólósokat, akkor a többség azt mondaná, hogy, 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 ez, tetszik jobban, mert ugye az a nagy kérdés, hogy, hogy kinek fekszik ez a stílus, és ki szereti kevésbé. Ne, a centereknek biztos, hogy jobban a fekszik, jó. <laughs> mert kevesebbet kell úszni. De nem tudom, gyorsabb a játék, most... Uh, Figyelni kell, hogy melyik csapat jobb leforduló, melyik uh -huh. tud jobban védekezni. Most a spanyoloknak szerintem ugyanúgy ez a lefordulásos játék a nagy pályán, de ez kis pályán ők meg, ahogy láttam a szerbeken, nem tudják kihasználni. Uh -huh. Mi meg azért próbáljuk mindig a lefordulásokat csinálni, ugye szoros emberfogásból, úgyhogy remélem azért tőlünk többen megszavaznák. Na most egyébként egyelőre, mivel kétféle verziót is kell játszani, világliga meg a többi nagy verseny, ezért több szisztémára is kell készülni. Ha rajtad múlna, akkor, akkor gondolom, hogy te már bevezetnéd akár a kazanyi világbajnokságon, sőt a következő olimpián igen, is. Igen, ezt, igen. Ez lesz egyébként szerintem a jövője a mit gondolsz? Hát nem tudom, azt tudom, hogy a junioroknál ugye még egy embert is kivettek a, a meccsből, és még kisebb labda is, és ahogy hallottam, az azt próbáltad? De hát komiádi kupában játszottam, ja, ja. csak válogatott szinten sokkal durvább. mert Ugye már úgy tudják meglönni ezt a labdát, hogy itt a kapusok félnek a lövésektől, Most ez felnőtt szinten ez nagyon brutális lenne. De ez pont elég, hat a hat ellen kispálya a legjobb. Uh -huh, uh -huh. Tehát akkor ez itt, itt meg ne kéne ne állni kem, a reformokkal? Nekem ez a... nagyon tetszik, aha. igen. Na most uh, beszéljünk erről a világliga mérkőzésről is, így a vége felé. 13-12-re nyertetek Kassán. Nyilvánvalóan uh, a valós különbség nem egyetlen gól a két csapat között. Uh, nem voltak rosszak a szlovákok, igaz? Hát uh, nem voltak rosszak, nem tudom, valahogy minden bejött nekik. Mi végül is azt csináltuk, amit Tibi kért, nem is, uh, nem is mondta, hogy hibáztunk, Persze voltak hibák, az minden mesben benne van, de amit megkért a vélekedésben azt megtettük. Szóval nem tudom, bravúroztak. Bravúroztak. Igen. És az említett fáradtság azért az nálatok már az ügyködött. nagyon. Jöhetne most némi pihenés, természetesen nem fog jönni, igaz? Nem fog jönni. Ott már a vasos, ott igen, vannak igen, a feladatok, edzek. tehát már edzeni kell. Persze. És készülni a bajnokságra. Hiányzik a válogatott stábból Benedek Tibor segítője a ugye Dabroszki Norbert most a nyári ki van onnan parancsolva. Ez érthető szerinted? Mármint, hogy itt a, a szolnoki, a konkurens edző... Hát lehet, hogy most közöttük valami ö, konfliktus van. Én a Vasasban nem érzem ezt, hogy bármi gond lenne, nem tudom. Uh -huh. nem, 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 érzem ennek. Tehát, hogy mi a egyik klubnak se vagy a játékos, az, te nem, te nem Mert érzel ilyen problémát, vagy, hogy, hogy, hogy egy másik uh, riválisnak Igen. az edzője ott van veletek. Mit gondolsz? A, a, ezen, a, négy meccsen a, meg tudta győzni a kapitányt, hogy számítson rád a nyári világbajnokságon? Hát uh... Lehet, hogy egy kis reményt adtam magamnak a játékommal, de ezt tovább kell vinni a bajnokságban, a Vasasban, és akkor lehetséges. Uh -huh. Mit kell még tenned? Tehát mi az, ami ilyen szempontból most uh, a játékelemekben, nyilván a gólok számában is, de a Vasasban nagyon fontos lenne, hogy uh, hogy te stabilan ott legyél, mint felkiáltójel Benerek Tibor szemei Hát az agresszió a játékomban. Az agresszió. Igen. Ami uh -huh. most volt a válogatodban, azt hiányolom a Vasasban. Uh -huh. Valahogy tüzesebben kell játszanom. Ennek tudod az okát? Tüzesen Ö, a vízben. Igen, még, még keresem, de de remélem azért most szentes ellen meg lesz. Uh -huh. Van benne motiváció. De minden esetre te mennyi esélyt magadnak, hogy így 21 évesen ez sikerülni fog ifjúként ebbe a keretbe beverekedni magad? Hát nem tudom, nem, nem, nem tudom. Szállag. Reménykedek, ez lenne a legjobb nap az életemben, hogyha behívnám, de várok türelmesen. Hát Tony, akkor további jó bizonyítást, ez most jól sikerült köszönöm. a, a bajnokikon is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm rálad. szépen.